Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez egy újabb átalakítós videó lesz, és most direkt egy facecam-mel kezdődik. Nos, mivel könyvtárán kell egy bizonyos épületet átalakítani? Na, munkkal foglalkozatok. Megvettem a bonusitet. És ezzel jobban ki tudok ilyen komfortos helyet. Cozy, igazából olvasós sarkot és egy könyvtáras kialakítani, és nyilván nem az kell, amit már egyszer letöltöttem, nem ez fog kelleni, ez már használva lesz, hanem nekem ez fog kelleni, és itt is meg vagy library, blablabla, beszélve megtanulok, és ugye egy play slot, egy 30x20-as terület, egy 30x20-as, nem baj, de a legjobb, hogy ráhézem, akkor állom, hogy építve volt, persze furnished. Igen. Na, felépítette, szuper. Shell Challenge is menjünk ide építő módba. Szuper. Akkor ez kell lesz majd szépen körtárnak. Átalakítani először is. Körbe mutatnám. Emeletes körtár. Az jó lesz. Hát először is majd tetőt mindenképpen most adni kellene, mert jelenleg nincs. Kezdtem is a legfontosabbal. Kap ez az épület tetőt. És amúgy itt nem fog igazából tök mindegy, hogy szarakodtam mennyit a hanggal, mert rájöttem, hogy itt jelen pillanatban, mivel fejleszt gyorsítva, nem fog kelleni semmilyen hang. Szóval igazából tök feleslegesen küzdöttem ennyit itt a jó hangért. Hát igazából, mint ahogy láthatjátok, teljes mértékben el is kezdődött a könyvtár kialakítása, ami egyébként meglepően sok időt vett igénybe. Megmondom őszintén, még magamhoz képest is, mert múltkor például nem is tudom, egy házat alakítottam át, vagy nem is tudom már, hogy volt. Azt kb. Kétszeresre gyorsítottam, és egy 10 perces videóba bele is fért. Most pedig minden ilyen építéses felvétel négyszeres gyorsítással megy. És oké, megmutattam részletesebben az egész könyv, tehát meg képeket is vágtam be, meg minden, és így 23 perc, 48 másodperc jött ki. Legalábbis még most úgy áll, de még egy-két ilyen lehet ide-oda fog be kivágni, meg szerkezgetni rajta. De ezt még igazából nem tudom. Próbáltam minél hangulatosabbra, minél könyvtárosabbra megcsinálni. És hogy az ablakokkal igazából én mennyit szenvedtem, hogy normálisan el legyenek rendezve, és minden úgy legyen a helyén, hogy jó legyen. Hát az a tető az valami borzadály volt, mire megcsináltam. Esküszöm, a Sims-ban a legrosszabb a tetők elkészítése, a tetők megcsinálása az valami borzalmas, mert hogy az normálisan nézzen ki, sokszor ergo lehetetlen, és most nézem, hogy azt az ablakot én nem igazítottam. Jaj, de jó, megigazítottam, mert ahogy az el volt csúszva. Na hát igen. Hát itt is, haló, nem tűnt fel, hogy el van csúszva az ablak, tesó. Mert konkrét el volt csúszva. Mindegy. Már nem mondok erre inkább semmit. Egyébként utólag jöttem rá, hogy van emelet. Mert konkrétan emelethez én először egyáltalán nem tettem lépcsőt. Igen, itt szórakoztam, hogy mi micsoda pontosan, mert jött be ez az új frissítés, a plafont is lehet festeni. Na mindegy, eddig nem lehetett. És még annyira nem szoktam meg az új elrendezést, meg itt az új dolgokat. És mindent megpróbáltam igazából a puknuk, nem tudom, hogy kell mondani, kitből használni minél több mindent, amit igazából csak tudtam. Először így akart vesz az olvasó sarkot, de nem tetszett. Úgyhogy próbáltam kicsit hangulatosabbra megcsinálni. És egyébként megmondom őszintén, hogy azt hittem, hogy nem fog szép
végén is, de teljesen meg vagyok vele elégedve. Szerintem tök jól sikerült. De persze ez nem biztos, hogy tényleg jó lett, lehet, csak én érzem úgy. Itt meglepődtem, hogy ezeket lehetek kelni, meg feltenni egymásra, meg mit tudom én mi. És nem is ez lett a végleges elrendezés. Vaciláltam, kereskéltem, nem tudom. És annyira úgy éreztem, hogy ez a könyvtárhoz illik ez a ratta hatású lámpa, ami a Desert Lux Lux, mindegy, kitten jött be, hogy végül azt választott, és felül próbáltam kicsit ilyen semlegesebbre csinálni. De egyébként nekem így is tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy nektek, hogy tetszik, majd írjátok meg a komment szekcióba a véleményeteket, mert kíváncsi vagyok a tiétekre is egyébként. És igen, mostanában sajnos, nem tudom, hogy mennyire sajnos több szimszes tartalom van a csatornán, amit úgy vettem észre a megtekintések alapján, hogy ti nem olyan nagy örömmel fogadtok, vagy lehet, hogy azzal fogadtok, nem tudom, de nem olyan sok embert fogok meg az ilyen típusú tartalmakkal. Jobban megfoglak titeket egy rövid videóval, egy shortszal, vagy egy roleplay-jel esetleg. De hát ez olyan igazából, hogy kinek a papné, kinek mi tetszik, mindenkinek más. És akárhogy nézem, ez a szimszes videó lesz, utána jön valószínűleg egy ilyen történetíró versenyes videó, de az még nem biztos. Úgyhogy hát így igazából olyan, minél jobban próbálok előre dolgozni, és igazából minél több kontentet, tartalmat gyárt én nektek kisebb-nagyobb sikerrel, mert ezer meg egy dolog van igazából, ami minden mellett lefoglal, szóval ezért nem minden esetben jön annyira nagyon erősen össze a túl sok kontent meg tartalom, úgyhogy ezért próbálom azt, hogy legalább a heti egy videó meg legyen, hogyha több nem is jön össze, legalább heti egy videó legyen. És most tökére elkalandoztam egyébként a témától, meg a videó tematikájától, szóval most láthatjátok, hogy fent alig van valami, vagyis hát nem alig van valami, mert legalábbis is könyves szekrények, könyves polcok vannak. Úgyhogy itt egy jó nagy átalakítást csináltam végül, hogy azért jó legyen, meg olyan könyvtáros is legyen, mert elsőre valahogy nekem olyan gyengként tűnt könyvtárosnak, és egyébként mikor itt a szőnyegeket meg mindent megcsináltam, akkor jöttem rá, hogy opszika, van egy pici probléma, mégpedig az, hogy egyetlen egy illebejség sincs igazából itt a könyvtárban, szóval ha mosdóba kell menniük, akkor nem tudok elmenni mosdóba, úgyhogy gyorsan próbáltam három mosdóhelyiséget, illemelyiséget oda eszkábálni. Hát hagyjuk, arra a részre nem igazán vagyok büszke, viszont ez a kandalló, meg mindenki megcsináltam, szerintem egész jó lett. Én megmondom őszintén, elmennék ebbe a könyvtárba, hogy ez a valóságban lenne. Először próbáltam úgy, hogy középen elválasztva, vagy nem tudom, még amúgy ez a szerrendezés volt szerintem a legjobb, de végül ez mégsem jött be annyira, azt éreztem, úgyhogy középen megpróbáltam ketté választani, akkor még osmányabb lett. Sehogy nem tudtam értelmesen megcsinálni, mert túl szűk volt a hely, utána megfogtam, inkább lett három mosdó a vége. Úgyhogy hát így lett három mosdó. Ez lett a három mosdó története a könyvtárban. És igen, viszont mi az csap, tehát kézmosáshoz csak egy vécében
reakció lett, amit most is láthattok. Hát, hogy azok a szönyekkel melyit szenvedtem, mire valami érdemleges kinézetűt hoztam össze. Hát ez egyenesen valami borzasztó, nem tudom, kiszenvedés, kínlódás. Nem tudom, mi volt. Igen, itt a szőnyegen is variáltam, úgyhogy lett még több asztal, egy biztos. Annyi szék van, meg annyi asztal, ahol le tudnak ülni. Hogyha ide bemegy, vagy 50 szim olvasni, és leszednek itt társaságokba ülni, csak nyugodtan meg tudják tenni. Bőven meg tudják venni, tenni, mert annyi szék, meg asztal van. És mindenhol próbáltam kidekorálni, kisebb-nagyobb sikerrel, hogy azért komfortosan is érezzék magukat tulajdonképpen. És még számítógépek is vannak, úgyhogy egészen üde könyvtár lett, és modern. Próbáltam egész modernre csinálni. Hát, úgy utólag nézve, nem teljesen jött lehet össze. Kicsit lehet olyan vintage, na mindegy is igazából. Nos, hát itt van újra facecammel, szépen körbe mutatom az egészet, hogy mit is alkottam. Tehát. Nézzük a ház külsejével. Vagyis ami nem ház, hanem egy könyvtár. Kívülről teljesen ilyennek képzeltem el. Külsejével teljesen elégedett vagyok. Sok ablak, ami a könyvtárba elengedhetetlen, tehát mert befény, amit még kihagytam. Fontos dolog, mégpedig a kémény. Még a kéményt azt még ide teszem, és még kis aprósággal feldobom. Mégpedig azzal, hogy ez egy ilyen napelemmel működő könyvtár. Tök jó. Könyvtár környezetbarát. Éppen a környezetbarát könyvtárat próbálom megcsinálni. Jaj, valahogy ez nagyon bágos. Halló? Így meg hülyén néz ki. Szuper. Akkor most már kintről ilyen. Még egy pici változtatást mégiscsak eszközölnék. Sajnálom, most jutnak eszembe plusz változtatások. Nézzük az emeletet. Tehát itt az emeleten, bocsánat, így leveszem így a falakat, szóval találtok meg nyilván, mivel egy könyvtárról van szó, rengeteg könyves polc, megtalálható itt egy kandalló, egy csomó virág, asztalok 3-6-8 székkel, szebből 1-2-3 asztal 8 székkel, nagyon sok virág, mosdóhelyiségek, kézmosóval, szuper. Ilyen típusú lámpát használtam, ilyen rattan rusztikus lámpát, és itt van a kedvenc részem, ez a kis olvasó sarok. Ez a teljesen a buknokkittel van itt megcsinálva. Lenti részén is van egy ilyen, ez is buknokkit, igazából a könyvespolc kis és a dekoráció nagy része is. Itt van a lépcső fel az emeletre, ott is van egy könyves rész, de mikor ezt mondom, annyira lehetne hozzáférni, sőt, nem mindegy. Lámpák itt is ugyanazok, és vannak ilyen nagyobb növények, és van itt 1, 2, 3, 4 asztal, mind 8 székedet. Ja. Mindig aztán van ilyen kis buknokkites kis dekoráció. És a két sarokba, két oldalt ugyanazt csináltam. Nem hiszem el a szemnyeget. Egy íróasztal, egy számítógép, könyves polcok, kevesebb könyvvel, képek. Oh.
És ugyanez van igazából itt is. Csak még annyit változtatok, hogy teszek le így növényeket, hogy még több növény legyen. És hát igazából lentebb már nincs, többi részt meg megmutattam. Most már csak a screenshotokkal látja, és ilyen a kinti részen a padlóburkolat, itt pedig ilyen, és vannak szép szőnyegeink. Itt pedig ilyen kis dekorvirágok. Szóval igazából már csak a fényképek készítése van hátra, mind indexképhez, mind pedig ugye a versenyre leadásra. Tudjátok mit, ahogy csinálom a képeket, azt is felveszem. Aztán vagy belevágom a videóba, vagy nem, ezt még nem tudom. Tehát először is felhozom a falakat, kinti részről lesz egy-két kép. Így. Ezt akartam váltogatni. Jó. Ezt nem akartam váltogatni, itt senki se. Így. Szuper. Csinálok. Na, ne, szímsz, nem te döntöd el, hogy én mit szeretnék. Köszönöm. Szuper. Lejjebb menjünk egyet, ez most véletlen screenshot volt, mindegy. Nyilván VSD-vel bejebb tudok jönni, szuper. Kicsit forgatok így a kamerát. És ezt a részt, amire nagyon büszke vagyok, ezt így két irányból, plusz szinte szemből is fotózom, szuper. Lentről is csinálok képet. Így picit. Így is mehet egy. Szuper. Így mi. Szuper. Így is mehet. És még mehet így is a kép. Teljesen felhúzott falakkal. Lenti szintre. A fenti szintre is mehet felhúzott falakkal a kép. Így, több irányból. Szuper. És még erről is csinálunk. Így. Aztán még lesz. Így is kép. Szuper. És mondom, így középre igazítva is. Így is. Szuper. Most már van egy csomó kép róla. Pst, mennyi képet csináltam, Jézusom. Na ja, majd egyébként a képek, amik így az elmúlt kb. 3 perc alatt készültek, azokat is bevágom, tudjátok mit? Bevágom inkább azokat is. Igazából ez még ugye a kiindulás állapot. Itt még egyáltalán nem voltam az épülethez. Itt pedig már ugye azok a képek következnek, amelyeket a kis könyvtárról készítettem. És igen, végül nem 23 perc 48 másodperces a videó, hanem 22 perc 8 másodperces, mert még 1 perc 40 másodpercet kivágtam, azt hiszem 23 perc 48 másodperc lett volna. De mindegy, úgyhogy még 1 perc 48, vagy mi 1 perc 40 másodpercet még inkább kivágtam, hogy picit pörgősebb legyen a videó, és még izgalmasabb lehessen. Képen keresztül igazából, hogyha megnyomtam volna a képetűt, akkor nem lett volna ott az a zavaró rácsok, és akkor sokkal szebb és jobb képek lennének. Na mindegy, meg egyébként egy csomó könyvtárral kapcsolatos custom content is van interte, úgyhogy azokat is töltettem volna le, azokat is használtam volna, de végül úgy döntöttem, hogy hát azokat mégsem keresgélem, mégsem töltöm le, mégsem
tök megvannak, mint amit én használtam, vagy amik azon felül is vannak neki, akkor bátran nyugodtan tudja használni igazából, mert tényleg nagyon megérni, szerintem legalábbis, bár most itt az az önmagam dicsérése, na mindegy. Úgyhogy hát igen, még az indexképet nem döntöttem el, hogy még lesz, de úgy gondolom meg, ti is láthatjátok a sok képet, van miből választani, bőven van miből választani, és még mindig van jó pár kép. Tehát most na, minél több szögből van meg egy épület, annál több szemszögből tudjátok látni, tudjátok konstatálni, hogy igazából mit is hozott létre ez a lengyeli ASMR emberecske tulajdonképpen. De szerintem hogy ez lesz az indexkép most így, ahogy nézem. Szóval igazából hát ez a kis videócska szerintem elég jó időtartammal rendelkezik. Na mindegy, szóval találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!